Köszöntöm a kedves nézőinket! Önök június 16-án szerda este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! A mai napon vette kezdetét a lakossági tájékoztatás sorozat. Legalább 100 új katonára számít idén a Tatai Dandár. Mintegy 1000 könyvből válogathatnak az olvasni vágyók. 3 napos tematikus programmal készül a múzeum. Lakossági tájékoztató sorozatot szervezett Tataváros önkormányzata, amelynek első állomása mai napon volt a művelődési házban. Az eseményen a hivatal illetékes munkatársai nyújtanak segítséget a megjelenteknek a település rendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatban. 2021. június 16-án délután 5 órakor kezdődött el a Tataváros önkormányzata által meghirdetett lakossági tájékoztató sorozat. A szakmai konzultáción a hivatal illetékes munkatársai nyújtottak információt a településrendezési eszközök felülvizsgálata során elkészült dokumentumok könnyebb megértésében és értelmezésében a megjelent érdeklődők számára. Tataváros a 2018-ban döntött a település fejlesztés és a település rendezési eszközöknek az általános eljárásban történő megújításáról. Ez egy kötött pálya, megvannak a szabályai, és ez a folyamat gyakorlatilag ez év december 31-ig véget kell érje, mert egyébként nem lesz szabályos építési szabályzat a Tatának. Az eljárás keretében elérkeztünk oda, hogy nyilvánosságra lehetett hozni a vizsgálati anyagokat, nyilvánosságra lehetett hozni a tervezeteket, aminek van egy kötelező véleményezési szakasza. Ez indult meg. Amikor megindítottuk, akkor még érvényben volt, ma is érvényben van az a szabály, ami a pandémiás időszakban az online egyeztetés lehetőségét biztosítja, az önkormányzat emellett döntött. Ez viszont nem zárja ki azt, hogy segítő tájékoztatást, konzultációt biztosítsunk a lakosságnak. 4 ilyen konzultációt szervezünk. Ma a Tatai város rész, mondjuk az, hogy az Általértől nyugatra fekvő terület, Tótól Általértől nyugatra fekvő terület részletes megvitatására kerülhet sor, illetőleg a lakosság még információkat kaphat, hisz nagyon fontos, hogy ebben a rendszerben az, aki véleményt akar megfogalmazni, vagy javaslattal él, akkor azt írásban kell megtennie, jelen pillanatban online formában. Akár csak az első eseményt, úgy a következő 3 konzultációt is élőben közvetíti a Tatai Televízió. Az érdeklődők legközelebb június 17-én délelőtt 10 órakor hallhatnak tájékoztatót a művelődési központban, amelyet június 21-én követ még egy alkalom, szintén a Magyari Zoltán művelődési házban, délután 5 órakor. Végül június 22-én délután 5 órakor záródik a konzultációs sorozat az Agostyáni rendezvényházban. A programokon való személyes megjelenés védettségi igazolványhoz kötött. Új toborzó ponttal bővült a Magyar Honvédség 25. Lapka György lövészdandár. Azok az érdeklődők, akik a katonaság mellett döntenek, már a tatabányai kormányhivatalban is jelentkezhetnek felvételre, ahol minden információt megtudhatnak, amely a hivatáshoz tartozik. Június 15-én új szolgáltatással bővült a Tatabányai Kormányhivatal. A Tatai Dandárral való közös együttműködésnek köszönhetően már személyesen is elérhető az intézményben a Magyar Honvédség 25. Lapka György lövészdandár toborzópontja. A helyszín előnye, hogy az érdeklődők személyesen tehetik fel a hivatással kapcsolatosan felmerülő kérdéseiket, amelyekre akár már rögtön is választ kaphatnak. Igazából ezt az együttműködést a kényszer szülte, hiszen nekünk szükségünk van katonákra, a kormányhivatalnak megvan a lehetőség, és ezt a kettőt párosítottuk össze. Természetesen nagyon jó a kapcsolat a Tatai Dandár, illetve a Megyei Védelmi Bizottság között, illetve személyesen is a kormánybizottúra, aki felajánlott ezt a lehetőséget, mivel mi pedig örömmel kaptunk ezen a dolgon. Külföldi példákat tudnék idézni, hiszen személyesen is megtapasztaltam például az Egyesült Államokban, hogy az amerikai tengerizalogság a mólokba, a plázákba telepíti ezeket a toborzó központokat. Miért? Mert vásárolni mindenki szokott, és ugye fiatalok nagy számban fordulnak elő. Ezt próbáltuk egy kicsikét, hogy is mondjam, csak leutánozni, lemásolni, de mi igazából a kormányhivatalt szólítottuk meg, hiszen itt is naponta több száz ember fordul meg, és ez egy kicsikét hivatalosabb jelleget tükröz ennek az egész dolognak.
ami a legfontosabb, be tudja mutatni a katonáknak a mindennapjait, a hétköznapjait, és azonnal választ tud adni azokra a kérdésekre, ami a civil fiatalokban igazából felmerül. Lehet legyen ez a külföldi szolgálat, oktatás, képzéssel kapcsolatos, de a juttatásoknak a rendszere, fizetés, szociális kérdések, és így tovább, és így tovább. Ezért van toborzó, illetve személyügyes is itt a toborzó ponton, valamint mindig egy olyan katona, aki a saját fegyvernemének megfelelő élményeket tud elmondani az érdeklődőknek. Mi elsősorban a fiataloknak örülnénk, de természetesen nyugdíjkorhatárig várjuk a jelentkezőket, hiszen volt olyan, hogy 50 éves férfi jelentkezett hozzánk, és kiváló fizikai és szellemi állapotban volt. Ugye nyugdíjig még volt 10 éve, tehát felvettük. Ez az egyik extrém. A legjobban viszont azért örülnénk a fiataloknak, mert ezek a 21. századi haditechnikai eszközök, ezek azért egy hosszú idejű felkészítést igényelnek, és tulajdonképpen adott esetben évekig is eltarthat, mire valaki mestere lesz ennek az eszköznek. Nyilván ezt a fajta befektetést szeretnénk mi megtéríteni oly módon, hogy utána hosszú évekig szeretnénk, hogyha a katona velünk maradna. A Tatai Dandár célja idén elérni a plusz 150 fő új katonát, főként harckocsizó, tűzér, lövész területekre, de logisztikus, híradó és informatika pozíciók betöltésére is várják a jelentkezőket. Szakkönyvek, idegen nyelvű olvasmányok, de szépirodalmi kötetek is várják az érdeklődőket a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár által szervezett könyvvásáron. Az olvasni vágyók a héten minden nap délelőtt 9 óra és délután 5 óra között válogathatnak a kötetekből, amelyek egységesen 100 forintba kerülnek. Több száz könyvet kínál eladásra a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár. Június közepén szervezte meg hagyományos könyvvásárját az intézmény, ahol egységesen 100 forintért várják új gazdájukat a kötetek. Az olvasni vágyóknak érdemes szemfülesnek lenniük, hiszen akár naponta is frissülhet a könyvajánlat. Bizony érdemes hozzánk akár többször is ellátogatni a könyvvásárra, hiszen folyamatosan töltjük fel a korábban leselejtezett könyvtári állományból kivont könyvekkel a vásárunkat. Elsősorban felnőtt szak- és szépirodalmi könyvek, néhány idegen nyelvű könyv is megtalálható. A vásár maga a művelődési ház előterében van, ahová csak maszkban és védettségi igazolvánnyal rendelkezők léphetnek be, de azokat sem szeretnénk kirekeszteni, akik nem rendelkeznek ilyen igazolvánnyal, úgyhogy számukra a művelődési ház előtt elhelyezett asztalokra tettünk ki rekeszekbe könyveket, és abból válogathatnak. Nagyon nagy az érdeklődés, az elmúlt napok ezt már bizonyították, és bíztatunk mindenkit, hogy jöjjenek. Várhatóan a héten minden nap 9-től 17 óráig itt vagyunk, és várjuk az érdeklődőket. A könyvtár munkatársai természetesen folyamatosan biztosítanak segítő információkat az érdeklődőknek. A könyvtárnak a központi elérhetőségén, a vonalas telefonszámon, amely megtalálható a honlapunkon, vagy ha olvasó valaki, akkor az olvasójegy hátulján is fellelhető. A központi számunk, illetve akár e-mailben is érdeklődhetnek, vagy személyesen itt a helyszínen. A szakkönyvek tulajdonképpen mindenféle témát felölelnek, és sokan bejöttek úgy, hogy érdeklődés szinten, hogy hátha, és egész nagy stóc könyvvel távoztak, úgyhogy igazi kincsekre leltek. Pénteken, szombaton és vasárnap is várja a tataiakat a Kuni Domokos Múzeum régészet napja. A tematikus programon különböző előadásokat hallgathatnak meg az érdeklődők, de a vár bejárás is a rendezvény része. A program védettségi igazolványhoz kötött, de alternatív megoldással is készültek a szervezők. Már alternatív megoldásokkal is készülnek a Kuni Domokos Múzeum munkatársai azoknak a személyeknek, akik védettségi igazolvány hiányában nem tudnak belépni a törökkori átjáróba. Idén így a Várudvar egy része is helyszín biztosít az érdeklődőknek, hogy részt vehessenek az intézmény által meghirdetett régészet napján. Az ingyenes program most 3 napon keresztül fogadja a látogatókat, akik különböző interaktív foglalkozásokon és előadásokon vehetnek részt, kortól és nemtől függetlenül. Idén előadásokkal készültünk, illetve tárlatvezetésekkel a vendégeinknek. Ez egy ingyenes program, pénteken délután kezdődik meg, ekkor egy exkluzív tárlatvezetésen tudnak részt venni a vendégeink.
Ezt követően szombaton három előadást tudnak meghallgatni itt a Törökkori átjárónál, valamint egy újabb várvezetésen tudnak részt venni. Ez azt jelenti, hogy egy órától tudnak részt venni az előadásokon, akik szeretnének jönni. Meghallgathatnak a tatai terepbejárásokról szóló előadást. Ezt követően a Tata környéki, illetve Komárom-Esztergom megyében lévő gátak, illetve különböző halastavakról tudnak új információt szerezni az emberek, ezt követően pedig arról, hogy az ásatástól egészen a kiállításig hogyan jutnak el a tárgyak. Az előadások a Törökkori átjáróban vannak, ide csak védettségi igazolvánnyal tudnak bejönni, de igyekeztünk azoknak is lehetőséget nyújtani, akik ezzel nem rendelkeznek, így a kihangosítás az Várudvaron is meghallgatható, így várunk bárkit szeretettel, akit érdekelnek az előadások. Igyekszünk úgy előadni, hogy már a középiskolás, illetve az általános iskolás felső tagozatos gyerekek is tudják élvezni ezeket az előadásokat, illetve a felnőttek azok, akiknek biztosan ez élményt fog nyújtani. Lehetséges, hogyha valaki családdal jön, akkor itt lesz néhány kolléga, akik segítenek, és akkor a gyerekekkel addig, ameddig a szülők hallgatják az előadást, foglalkoznak. Várjuk az e-mail címre a kdmregeszatkukat@gmail.com-ra, akik szívesen jönnének, de enélkül is nyugodtan jöhet bárki, és az udvaron nagyon sokan elférnek, szóval nincsen létszámkorlát. A Régészet Napja első programja június 18-án, pénteken délután 3 órakor lesz, amikor Bíró Endre tart tárlatvezetést. Különleges helyek a Tatai Vár évszázados történetének legfontosabb helyszínei címmel. Június 19-én szombaton délután 1 órakor Görföl Mónika tartja első előadását terepbejárások Tatán és környékén fémkereső műszerekkel végzett lelőhelyek felderítésének legújabb eredményei címmel. Délután 2 órakor Deminger Csilla Mit rejt az erdő? Elveszett középkori halastavak és gátak nyomában címmel hallhatnak előadást az érdeklődők. Végül délután 3 órakor Porszász Anna A tárgyak élete a feltárás után Régészeti feladatok az ásatáson túl címmel tart előadást. Végül június 19-én szombaton délután 4 órakor Kovács Bianca Gina tart előadást és exkluzív tárlatvezetést Titkos helyek a Tatai Várban címmel. Tataváros önkormányzat képviselő testületének határozata alapján folyamatban van Tata teljes közigazgatási területére kiterjedően a település rendezési eszközök felülvizsgálata. Az elkészült dokumentumok könnyebb áttekintése, értelmezése érdekében lakossági tájékoztatást szervez Tataváros önkormányzata, ahol a hivatal illetékes munkatársai részletes ismertetést nyújtanak a résztvevőknek az adott területre vonatkozó tervezett település rendezési eszközökről. Az egyes konzultációkat az alábbiak szerint szervezik meg. Június 17-én délelőtt 10 órától a művelődési központban a város gazdasági területeire, június 21-én délután 5 órától a művelődési házban a Tóvárosi városrészre, június 22-én délután 5 órától pedig az Agostyáni rendezvényház részére. A konzultációkat a Tatai Televízió élőben is közvetíti, ezt a közvetítést a tata.hu weboldalon is látni lehet majd. A tájékoztatón való személyes részvétel védettségi igazolványhoz kötött. Idén is lesz tatai sokadalom az Angol kertben. Június 18-ától 20-áig színes programokkal várják a szervezők az érdeklődőket. Az esemény védettségi igazolványhoz nem kötött. A mai napon vette kezdetét a lakossági tájékoztatás sorozat. Legalább 100 új katonára számít idén a tatai dandár. Mintegy 1000 könyvből válogathatnak az olvasni vágyók. 3 napos tematikus programmal készül a múzeum. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök június 16-án szerda este a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen magazinműsorunk következik. Én további szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is. A viszontlátásra!